Az EU-n belül Magyarországon a legolcsóbb az áram, és a gáz továbbra is. Ezt mutatják legalábbis az energetikai és közműszabályozási hivatal adatai. Az európai fővárosok listáján például Stockholmban 13-szor drágább a gáz, mint Budapesten. Német szilárd kormány biztos közölte, hogy a rezsicsökkentést meg kell védeni. Nagyon nagy összeg az, ami éves szinten is megtakarítás. Számláit mutatja Gabriella. Ezeken mindig szerepel, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően mennyivel fizet kevesebbet. Az egrinő azt mondja, jelentős a megtakarítása. Nagyon örülök, hogy van rezsicsökkentés, és annak is, hogy évek óta tapasztaljuk, hogy ez mindig megvan. Tehát nem kell izgulni azon, hogy megszűnik, vagy visszavonják. A kormány több mint tíz éve támogatja a családokat a rezsicsökkentéssel. Azért vezették be, hogy a csekkeken folyamatosan kiszámítható, a világpiaci ároktól független alacsony díjak szerepeljenek. Ennek köszönhetően Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik a magyarok. Még a háborús időkben is itthon kerül legkevesebbe a gáz- és villanyfogyasztás. Ezt bizonyítják a legfrissebb áprilisi számok is. Gyakorlatilag minden eu fővárosban drágább a gáz, mint nálunk. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint Berlinben csak nem ötször, az első helyen végző Stockholmban pedig 13-szor annyit fizetnek az emberek a gázért, mint itthon. A villamosenergia is Magyarországon a legolcsóbb. Berlinben fizetik a fogyasztók a legtöbbet, Magyarországhoz képest csak nem négyszer annyit. De hasonló adatokkal az élmezőnybe tartozik Prága, London és Brüsszel is. Bár a rezsicsökkentés az átlagfogyasztás mértékéig érvényes a fogyasztókra, az MVM múlt havi összegzése szerint a gáz esetében 10 háztartásból 9, az áramnál pedig 10-ből 8 maradt a rezsivédett sáv alatt. Vagyis az emberek 80-90%-a rezsicsökkentett áron jut energiához. Német Szilárd Facebook oldalán osztotta meg a rezsicsökkentés eredményességét mutató legfrissebb európai adatokat. A rezsivédelmi biztos úgy fogalmazott, védjük meg a rezicsökkentést, Szerinte Brüsszelben csak a Fidesz-KDNP EP képviselői akarják megvédeni a rezsicsökkentést. A kormány a rezsicsökkentés mellett a Napenergia Plusz programmal is segíti az áramszámlák mérséklését. A támogatással már több mint 11 ezer család telepített napelemet és energiatárolót. A júniusban induló otthonfelújítási program pedig több tízezer családi házban segíti majd az energiatakarékosságot.